Egyre gyakoribb az egyes típusú diabétesz, ez a cukorbetegség azon fajtája, amelyik még gyermekkorban alakul ki, és nem megelőzhető. Bár ez egy életen át végig kíséri a beteget, az inzulin pontos adagolásával és a vércukor gyakori mérésével megakadályozható a hosszú távú szövődmények kialakulása. Január 11-én volt a gyermekdiabétesz világnapja. Ennek apropóján egy fotózással tette különlegessé a helyi cukorbeteg gyerekek napját a Nyírdiabet Egyesület. 1922-ben ezen a napon kapott a világon először egy 14 éves fiú életmentő inzulin injekciót. Az egyes típusú cukorbetegek számára ugyanis az azonnali inzulinpótlás biztosítja a túlélést. A fotókkal azt szerették volna közvetíteni, hogy a cukorbeteg gyermekek ugyanolyanok, mint egészséges társaik, illetve megmutatták azokat az eszközöket is, amelyek nagyban segítik mindennapi életüket. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Balogh Zsuzsa, a Nyírdiabet Egyesület elnöke és dr. Kántor Irén gyermekdiabetológus. Köszöntöm a kedves vendégeket itt a stúdióban. Először is az Egyesületet illetően szeretném megkérdezni, hogy mióta létezik az Egyesület, és mi hozta létre, mi hívta életre, mert hogy hiánypótló volt, ez biztos. Köszönjük szépen a meghívást, és hogy itt lehettünk. Személyesen érintett vagyok az ügyben, és 12 évvel ezelőtt alakult meg az Egyesületünk, az kimondtan egyes típusú diabéteszes gyereket karol össze. Nagyon komplex a hatáskörünk, próbálunk mindenben segíteni dr. Kántor Irénnek, így már amikor a diagnosztizás megtörténik a családnál, akkor már próbálunk a kórházba bemenni, és az első sokkot egy kicsit enyhíteni, ugyanis ezt egy laikus embernek elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy egyes típusú diabéteszes lett a gyermek, nagyon-nagyon nehéz. Mert ez egy nagyon komplex betegség, nagyon sok mindenre kell figyelni, a pontos szénhidrát számolásra, az inzulin adagolásra, a vércukormérésre, a mozgásra, és igazából csak egy támpontot kapnak a kórházban, mivel minden gyermek egyedi. És ezt nem lehet meghatározni, hogy melyik gyermek hogyan fog reagálni egy-egy mozgásra, egy-egy szénhidrátra, egy-egy élelmiszerre, ezt minden szülőnek saját magának kell kitapasztalnia, és ebben próbálunk segíteni, tehát engem annak folyamán bármikor elérnek a szülők, hál' Istennek keresnek is, ahogy frissen találkozunk, utána kialakul egy bizalom, és keresnek is, hogy most mit csináljak, mit tettem rosszul, és mit tettem jól, egy dicséret is nagyon sokat számít, és próbáljuk őket segíteni az iskolába is, a közösségbe is, hogy ott is a gyerekek ugyanúgy tudjanak felnőni, mint társai, ugyanolyan végül is kívülről ők teljesen egészséges gyermekek, de viszont mégis nagyon-nagyon figyelni kell önmagukra és a családban a gyerekekre. Az elmúlt időszak alatt, amióta már működik az Egyesület, meg lehet azt mondani körülbelül, hogy hány gyerekkel, hány családdal kerültek kapcsolatba? Próbálunk minél több családdal, hát 60-70-80 családdal már biztosan valamilyen formában, vagy egy tábor, vagy egy napközis tábor, vannak rendezvényeink voltak, vannak főzőklubjaink, tehát nagyon-nagyon szertágazó az Egyesületnek a munkája, tehát a főzőklubban próbálunk szénhidrátot, nem próbálunk, meg is tanítjuk őket szénhidrátot számolni, külön a kamaszoknak csináljuk, és külön a szülőknek, gyerekekkel, és egy közösséget próbálunk építeni, és úgy gondolom, hogy nem csak próbáljuk, hanem sikerül is egy közösséget építeni a családok és a kamaszok között. Az idén volt napközis táborunk is, ahol kicsik voltak, vagy hát 2019, amit szeretnénk folytatni, és 2019-ben először volt családi táborunk is, ahol a családok jöttek el, fókuszáltunk a frissekre, és rengeteg információt adtuk át, és az a visszajelzés, hogy nagyon-nagyon jól érezték magukat, és nagyon sokat tanultak. Az az említett létszám, amit Zsuzsa mondott a családok számát tekintve, az mennyire fedi le ennek a betegségnek a gyakoriságát a gyermekek körében? Egyre nagyobb a gyerekek között az egyes típusú diabétesz, egyre több gyerek van, és ami inkább a szomorú az, hogy egyre kisebb, egyre fiatalabb korosztályban jelentkezik. A legtöbb most már az óvodáskorban jelentkezik, úgyhogy a következő években azt várjuk, hogy az összdiabéteszesünknek a száma, az ellátott gondozottjaink betegnek a száma emelkedik, hiszen ezek a gyerekek felnőnek, mivel ez a betegség jelenleg még nem gyógyítható, ezért ők maradnak 18 éves korunkig nálunk gondozottak. Mik azok az első jelek, amelyekből a szülők következtethetnek arra, hogy valami nem stimmel? Nagyon egyszerű, nagyon könnyű úgymond diagnosztizálni. Sokat iszik, sokat pisil, fogy.
Ez a három legfontosabb jel. Amikor ezt nagyon nehéz észrevenni, az a kisdedkor, éppen az óvodás, kisded, csecsemőkor, amikor a kisbaba nem tudja mondani azt, hogy szomjas vagyok, éhes vagyok, szülő, hogyha nagyon jó együttműködése van a gyerekkel, nagyon ismeri a saját gyermekét, akkor észre fogja venni, hogy az eddigi életében a gyermek már szobatiszta volt, és aztán hirtelen megint elkezd éjszakai bepisilés, napközben a szomjúság jelentkezni, úgyhogy ez már a cukorbetegségnek az első jele. Most már a gyerekek, a serdülőkorúak nagy része sajnos inkább túlsúlyos, és eleinte örülnek a fogyásnak, de aztán, mikor rájönnek, hogy ez a fogyás nem akaratlagos, hanem anélkül fogy, hogy ezért tenne valamit, akkor ez is a cukorbetegségnek a jele. Az okokat tudjuk keresni, megtaláljuk? A kiváltó okokat minden sajnos esetben? Sajnos nem tudjuk. Ez egy autoimmun betegség, valami külsődleges tényező, egy külsődleges fertőzés, egy gyomorbélfertőzés, talán a tej, talán a kenyér, illetve a gluténtartalmú étrendek, valami megzavarja a szervezetnek az autoimmun folyamatát, és úgymond a szervezet az immunrendszer a saját sejtjei ellen támad, és azok a sejtek, amelyek eddig inzulint termeltek, azok többet már nem termelnek inzulint. Úgyhogy emiatt kívülről kell adni az inzulint. Elnök asszony is említette, hogy ugye a gyermekek ugye külső ránézésre nem, tehát nem látszik rajtuk ez a típusú betegség, és ezt fontos talán kiemelni, hogy ugyanúgy teljes életet tudnak ők is élni. Mennyi idő kell egy-egy családnak ahhoz, hogy megszokják ezt az új állapotot? Ez egy nagyon komplex betegség, az életnek minden részét érinti. A legintimebb dolgokat is befolyásolja a cukorbetegség, úgyhogy ki ezeket a dolgokat milyen hamar tudja velünk megbeszélni. A legalapvetőbb dolgok az étkezés, a mozgás, ezek a két legfontosabb dolog az, ami befolyásolja a vércukrot, de az olyanok, hogy a szülő-gyerek közötti kapcsolat, a tanár és a gyerek közötti kapcsolat, egy matek óra, az időjárás, ezeket mind meg kell tanulni. Különböző képességű gyerekek vannak, és azok a dolgok, amelyek hirtelen nagy vércukorváltoztatást tudnak okozni a szervezetben, azokat nagyon hamar megtanulják, és utána az ilyen finomságokat, amelyek szintén okoznak vércukoreltérést, de kevésbé markánsak, azokat is szépen megtanítjuk, szépen fokozatosan. Köszönöm szépen vendégeimnek a beszélgetést!